pá, nu kicsikés nagyon. Óriások és törpék. Hadd mutassak beletek valakit, képzeljétek el. Jöttem erre felé, a könyvtár felé, és találkoztam egy tündérrel. Oda nézzetek, milyen szép tündér. Azt mondta, hogy segíteni fog nekünk ma az előadáson. Örültök neki ti is, mert én nagyon örülök neki. Igen. Jaj, de majdnem elfeledkeztem, mert bemutatkozni, hát engem Sziszi-Puszinak hívnak. Én vagyok Sziszi-Puszi a Bogor. És nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. És még valakit be kell, hogy mutassak. Bemutatom nektek. A híres. A nevezetes. A legokosabb. A minden tudó. Nem tudok minden. Süveges professzor, de hát képzeljétek el, azt is tudja, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Ezt nem tudom, de... Azt nem tudom. Nem tudtam. Azt nem tudja. Ajajaj. De az biztosan tudja, hogy mit mondanak az állatok, mert élt az állatok nyelvén. Ezt nem tudom. Ezt se tudod? De azt tudja, hogy mit csinál a télapó, vagyis hogy hogyan jön a télapó be? Nem tudom. Azt sem tudod? Sose láttam, hogy jön be a télapó. Jó. Az milyen? Nem. Mit tudsz? Hogy mit tudok? Ismerem a természet törvényeit. Ismerem, és tudom, hogy hogy mozognak a csillagok a sötét égen. Ismerem az univerzum sötét titkait, aminek a lényege a fény. Erről fogok nektek ma mesélni. Ehhez viszont az kell, hogy egy kicsit lekapcsoljunk, és megbeszéljük azt, hogy mikor van világos, és mikor van sötét. Mit csinálunk nappal? Iskolába megyünk? Óvodába megyünk? Ásítozunk? És mit csinálunk éjszaka? Mit látunk éjszaka? Ki az, aki már volt kint közületek, miután sötét van? Te is voltál. Ó, de sokan voltak kint. És fölnézett valaki az égboltra? Igen! És mi volt az égbolton? Miket láttunk? Csillagot! Egy UFO-t is láttunk! Ehhez semmi. De majd a végén. Csillagokat láttunk este, UFO-kat láttunk. Amikor este sötétség van, igaz? Általában az ember alszik, becsukja a szemét, és akkor sötét van. Nappal pedig világos van. Ki tudja nekem megmondani, hogy nappal miért van világos, és éjszaka miért van sötét? Na? Igen? Azért van este sötét, hogy pihenjünk. Így van. És nappal pedig? Reggelizünk, fölöltözünk, elindulunk játszótérre. Mitől van az, hogy nem éjszaka megyünk játszótérre, hanem nappal? Sötét van éjszaka, és nappal van világos. Mitől van világos nappal? Égnek a lámpák? Nem. Hogy sütnek a csillagok? Ott jelentkeznek. Hol? Hol? Ha nem? Ott láttam. A nap! Hát kérem szépen, a nap világítja meg nekünk ezt az egész teret, ahol lakunk, és ezért van fényesség. Ki az, aki látott nappal csillagot? Senki. Nincsenek nappal csillagok? Nem. Vannak. Hát akkor miért nem látjuk? Mert túl világos van, a nap miatt nem látjuk őket. Na hát, most azt szeretném megkérdezni, ki az, aki szokott játszani? Aj, nagyon helyes! Ki mivel játszik? Márko mivel szokott játszani? Ajándékkal. Milyen ajándék? Kis autóval? Ó, ki az, aki kis autóval játszik? Ó, szuper! Ki az, aki kisbabával játszik?
Ki az, aki kis edényekkel játszik? Kis traktorral? Minden kicsivel? Na hát, elmondhatjuk azt, hogy aki amivel játszik, az valami picike. Azért csinálnak nekünk pici dolgokat, hogy ne apa nagy autójával játszunk, anya nagy konyhájával. Mindenkinek otthon van a kicsi autója, a kicsi konyhája. Nekem is van valami kicsike, amivel tudok játszani, mert én is szoktam játszani. Megmutatom, hogy mi ez a kicsike. Hova is dobtuk? Itt van. Nézzétek csak. Ez egy picike föld. Ez van rajta hajó is. Vannak rajta hajók, színes részek. Mire lehet ezt használni? Hát ugye mivel kicsike, mint az autó, lehet vele játszani. Azt azért el lehet mondani, hogy eze, ugye, a tündérkémnek megmondom, hogy forgassa meg ezt a földgömböt, bizony, így forog valójában ez a föld. Na most azt kérdezhetjük meg, igen, nézd csak, neked is forog. Akkor mindenki meg tudja forgatni ezt a földgömböt, tehát azt szeretném nektek megmutatni, hogy mi a különbség a nappal és az éjszaka között. Ehhez kell ez a játékföld. És most már csak azt szeretném megkérdezni, illetve megmutatni, hogy hogy élünk mi ezen a földön. Ehhez ezt a ragasztós papírt használom. Az első bábú, amit rárakunk, azok mi leszünk itt homázon, jó? Van valakinek ötlete, hogy hova ragasszam? Ide, igen! Oda a hajóra? Nem, ragasszuk ide! Ezek vagyunk mi itt az előadáson. Jó? Van-e valakinek ismerőse, rokona, aki nagyon messze van. Na, Sziszi-Fuszi, neked van ismerősöd? Igen, én Szibériában születtem. Ó, Sziszi-Fuszi Szibériában született, azért nem fázik ebben. Megmutasszam? Mutasd meg, Sziszi-Fuszi, hova ragasszunk téged kiskorodban? Oda. Üha, ez már majdnem a másik oldalon van. Na, gyere, ide tesszük, Sziszi-Fuszi, Na, és közben még gondolkodhatok, van-e valakinek barátja, rokona még messzebb, mint Szibéria? Tündérkém, neked ki ismerősöd van? Csongi. És hol lakik ez a Csongi? Amerikában. Hát akkor hova ragasszuk a Csongot? Forgassuk oda már. Forgassuk oda ezt a földgömböt. Hol lehet az az Amerika? Már látom, tényleg Dorka is odavaló az Ózból. Na hát, ez egy amerikai emberke lesz. Még valakinek? Messzebb, mint Amerika? Hol? Keszthelyen. Ragasztunk egyet Keszthelyre is, jó? Csak, hogy mindenki fönt legyen a térképe. Egy ilyen vékonykát, hogy odaférjen a pomáz mellére. Úgy. Ide tesszük Keszthelyt. Rendben. Még valakit, csak az érdekesség kedvéért, egy pingvint is felragasztunk. Hova ragasszuk a pingvineket? Jó, én az éjszakon. Na, Zsófi, mondd meg, hol lakik? Az éjszakon. Az éjszakon és a délén, akkor fölteszünk kettő pingvint, jó? Fölteszed a pingvint? Na, gyere. Behajtom neked a végét. Így. Ez csak is. Ragasz föl, ahova szeretnék tenni a pingvinedet. Na? Föl tudjuk párni. Úgy, remek. Van egy pingvinünk az északin. Meg akkor teszünk ide valahol. Alulra is. Az, hogy ezek a pingvinek miért nem esnek le? Hát nem sok köze van a fényhez, erről majd talán legközelebb esünk. De egyelőre fogadjuk el, hogy itt állunk ezen a földgömbön. De lehet esetleg kapcsolni még azt a villanyt is, amelyik. Ó, na, hát így néz ki ez a föld, ilyen sötét van a világűrben. Ahhoz, hogy játszunk, ugye kellene egy kicsi nap, de a kicsi napokat nem nagyon árulnak a boltban, úgyhogy ehhez egy lámpát fogok használni, és megvilágítom minden földgömböt. Ahonnan ez a lámpa fénye éri a földgömböt, ott van nappal. Most éppen ezen az oldalon, Homázon, Keszthelyen és az északi sarkon van valamennyire nappal. És ha most a tündérkém elkezdi forgatni ezt a földgömböt másik irányba,
akkor látjuk, hogy van, aki az árnyékos felére kerül a lapandi oldalára, őt nem süti meg a nap, neki most éjszaka van. Most éppen Csongor fordul be az éjszakában Amerikában, és Sisyphuszi, aki Szibériában született, már reggel öltözködik és készülődik az ebédhez, és ahogy tovább forog a föld, mennek el az órák és a percek, mi is fölkeltünk már pomázon, és aztán szépen ez forog körbe-körbe, egyetlen egy nap alatt, reggeltől reggelig, egy körforgást csinál a föld. Úgyhogy közben süti a nap egyik oldalát, a másik oldalán pedig alszanak az emberek. Na most a kérdés a következő. Ha kinéztetek már pedig, ugye kinéztetek, azt mondtátok az éjszakai égboltra, mit láttatok a csillagokon és az UFO-kon kívül? A holdat! Na hát, van nekem egy kicsi holdam is. És mindig egyforma holdat láttatok? Hány hold van? Sajt alapú, kifli alapú. Fél kifli. Igen? Na, ellenőrzöd a holdat? Megnézheted a holdat. Nézd csak meg! Nem van a hold. Fölkötöttük egy zsinórra, mert azt még nem értük el, hogy magától ott maradjon. Na hát, szegény hold. Szegény! Ilyen se történt még vele, hogy leesett. Ez a hold volt, hol nem volt. Így van. Megkérem Sisyphuszit, hogy próbálja nekünk megmutatni, hogy hol is van az a hold, amikor mi nem a Földről látjuk, hanem valahonnan a világűrből. Ott lóg a Föld körül valahol. Mozog is ez, vagy csak ott áll? Mozog. Mit csinál ez? Ott bolyog, bizony, körbe-körbe a Föld körül. Na most, nézzük meg, Márko, milyen lesz, hogyha megsüti a nap. Szóval azt megbeszéltük, hogy hányféle holdat ismerünk? Sajt alakút, ifli alakút, másik ifli. Nem is látjuk. Mitől van az, hogy a holdnak különböző arcát látjuk? Bekapcsolod a napot, tündérke? Mert mindig a hold. Fogy mindig a hold. Aztán egyszer csak elfogy, és újra nő. Nem igaz? Nekem sajtból van. Így van, sajtból van. Próbáljuk meg megvilágítani. Nézzétek csak most milyen holdacskát látunk. Fehér. Most milyen színű a hold? Fehér. Most olyan árnyékos. Az én oldalam most fehér. Hogyha különböző oldalról világítja meg a nap, akkor látjuk azt, hogy különböző... Egyre nő, nézzük. Bizony, egyre nő. Fél, hogy most már mindjárt egész van. Teli holdban. Teli hold. Nézzétek csak. És árnyéka. Ott az árnyéka. Mi történik akkor, hogyha az árnyéka éppen rajta van a Földön? Így, oda nézzetek, éppen rajta van a Földön a holdnak az árnyéka. Igen, látom a kezed, hadd halljuk. Milyen fogyatkozás? Holdfogyatkozás az akkor van, ha nem látjuk a holdat. Napfogyatkozás, mert éppen eltakarja a napnak a fényét. Ahol most ott nem látod a Sisyphuszinak a születési helyét Szibériában, ott éppen napfogyatkozás van. Na szóval, elmondhatjuk azt, hogy a holdnak nincsen saját fénye, hanem azért látjuk sajt alakúnak, kifli alakúnak, ilyen fogyónak, olyan fogyónak, mert a nap... Ez az! Köszönöm szépen! Erről jut eszembe, hogy amikor az árnyékot láttuk, erről van egy nagyon érdekes mesém. Ja! Aha! Sugott nekem Sisyphuszi, hogy valamit kifelejtettem, amit már nem akartam mutatni, ugye látjuk azt, hogy milyen újja. Oda néz! Mit láttak ott fent? Egy madár! Sisyphusz kezét. Sisyphuszi kezét! A lényeg az, hogy valamit látunk. Miért van ez? Mert a nap rásütött, és árnyékot vetett. És most egy játékra invitálunk benneteket. Gyere csak! Most ki kell találnotok, hogy milyen állatnak az árnyékát fogjuk, tárgyban fogjátok látni. Na.
Nem akármilyen citrus voltam. Jussi! Jussi! Húsvéti! Oda! Oda!